Sziasztok! Ismét egy KitKat újdonsággal készültünk. Ez is, mint látjátok, ugye japánul van rajta minden, tehát import cucc. Teszem hozzá, jó az, hogy van rajta hátul angolul info. Mondjuk nem nagyon tudtuk elsőre, mi az a mátul, aztán kiderült, hogy elvileg ez a juharszirup. Ebben is 12 kis mini van, mint látjátok. És egyébként ezt itt Magyarországon vettük, szóval ti is hozzájutok. A videó végén elmondom, hogy hol tudtuk ilyet venni. Ami egyébként érdekes, hogy ezen is látszik, hogy papír a csomagolása, ami nekem egyébként nagyon szimpatikus ez az újítás, ugye követik a trendet, hogy ugye elkezdenek igen, de csak érdekes, hogy csak a külső csomagolás papír. Igen, tehát hogy jó, persze lehet, ezt nem lehetne papírba, úgyhogy megőrizze a minőségét. Úgy látom, hogy itt is sokféle KitKat lesz. Ja, van még benne egy váratok. Tehát, hogy négy. De a csomagoláson ugye pont ez a pingvin van, meg is mutatom. Itt ez a pingvin, és a pingvines az pont itt is van, tehát hogy tényleg a pingvines is van. Van ilyen tevés. Én már mutattam közben. Ja, jó, hát akkor... Ugye négyféle így, ami van. Ide is rakom a négyet így alá. Igen, nekem esküszöm a flamingós tetszik a legjobban, így akkor meg vagyunk. Melyiket nyissuk ki? Nekem teljesen. Akkor nyissuk ki azt, ami amúgy is a képen van neki. Jaj, tetszik, bocsánat, még ezt megjegyezném extra. Már korábban is tapasztaltuk, hogy van ilyen kis rész, ahova ha minden az azért, hogy üzenetet lehet írni, így van. Igen, tehát ráírhatod, hogy ezt miért is kapja. Na most mi annyira nem vagyunk nagy juharszirup fanok. Igen, sőt, igazán most azt gondolkozom, hogy kóstoltam-e bármit, ami juharszirupos. Szagold meg, már az illata is nagyon tipi. Jaj, igen. Ezt valaminél már kóstoltunk ilyet. Kicsit a kávére emléket, de én eddig megkóstolom. Én nem szeretem. Illetve megmutatom, hogy néz ki. De azért megkóstolom. Azért lássuk is. Vagy te kóstolod előbb? Nem, megkóstolom. Figyelj, elfelezem ezt. Vagy jó, nem, igaz. Ha annyira nem kell. Annyira nem. Akkor legalább megnézzük, hogy milyen belül. Tehát, hogy itt így a töltelék szempontjából. Ahogy nézem, hát lehet, hogy belül lesz, bár annyira erős a juharszirup illata, hogy több mint valószínű, hogy szerintem itt kívül a KitKat-es csokimázon. Kóstold meg, mert érdekes. Nekem nem ez az emlékem a juharszirupppal kapcsolatosan. Nem rossz, de kicsit olyan, mint a kávé lenne. Egyébként nekem a kávét idézi meg. De finom. Tehát, hogy nekem ízlik, annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy nem fog ízleni. De eléggé határozott az. Igen, ez nagyon markáns. Tehát, hogy ebből ez a kis kevés is úgy gondolom, hogy jó volt. Közben még így nézegettem, hogy olyan viccesek a kis pingvinek is rajta. Tehát, hogy jó az íz, nekem bejött. Elég markás. Egyébként még az ütöttem, hogy hát ez biztos de nem Kanada. Ez annak tehát, hogy Kanadának a tipikus. Persze, de biztos, hogy nagyon érdekes, de nem lenne kedvenc. Igen, tehát, nem lenne egyszer kipróbálós íz. Én nem szeretem a juharszirupot, csak lecsúszik, ha úgy van. Azért nyilván ezt nem, azt mondom, hogy nem, ez nem az, amit magam választanék, hogy ezt akarom menni, de azért meg lehet tenni, és tényleg jó. Mármint, hogy a jó juharszirupos, tehát annak, aki szereti a juharszirup ízét, az biztos, hogy nem fog csalódni, mert ha most összehasonlítva, amit kóstoltunk, ugyanilyen KitKatot, ami kávés volt, ez sokkal intenzívebb, mint a kávés volt, tehát hogy tényleg ez egyértelmű. A juharszirupnak, a jogóinak ez abszolút jó. Tehát, hogy nem a jellemző, nem a jellegzetes KitKat, ami uralkodik, hanem a juharszirup. Egyébként ezt itt Budapesten is meg tudjátok venni. Mi a Corvin sétányon, ahogy mentek kifele a plázától, majd balra fog esni, van egy bolt, Oriental Market, vagy Orient Market. Ez egy olyan bolt, ahol kimondottan ázsiai termékeket lehet venni. Mi ezt a KitKat-et, amúgy több más KitKat-jük is van, ott vettük. Érdemes, hogyha megnézitek, hamar menni, mert hogy mi is többször jártunk már ott, és a repertoár folyamatosan alakul át, és volt olyan, amit sajnos nem vettünk meg, és most már nagyon bánjuk, mert megkóstoltuk volna. És egyébként kóstoltunk már mást is, ugye, ami más KitKat-et is, úgyhogy nézzétek át a videóinkat, hogyha kíváncsiak vagytok az egyedik különleges KitKat-ekre, hiszen tényleg több videó is készült KitKat-ekről. Így van, és még lesz is, mert hogy még van pár KitKat újdonság, amit majd be akarom nektek mutatni. Hát reméljük tetszett a videó, ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instagramon, és itt a YouTube-on is a feliratkozásoknak külön örülünk. Sziasztok! Sziasztok!